Sziasztok, Svejt Zsolt vagyok, a Tech videót nézitek, a mai alkalommal pedig a Synology DS218 Play NAS szerverét fogom nektek bemutatni, amit a gyártó kifejezetten otthoni felhasználók számára ajánl. Ugye a NAS szerver az egy olyan hálózatra csatlakoztatott tároló eszköz, amin központosítva biztonságban tudjuk tárolni az adatainkat, és ezeket bárhonnan el tudjuk élni, ahol internet kapcsolattal rendelkezünk, és nem csak, hogy bárhonnan, hanem szinte bármilyen eszközről, legyen ez egy számítógép, okostelefon, tablet, vagy akár egy tévé is. Ez a kifejezett modell egy belépő szintű modell, amit jelenleg olyan 80-90 ezer forint körüli áron tudtok megvásárolni. Viszont azzal számoljatok, hogy ezekhez sose adnak, vagy a legtöbb esetben nem adnak merevlemezt, hogyha nincsen esetleg valamilyen csomagba. Tehát ez még plusz költség, ami rájön erre. Ez egy 2 BS NAS, azaz 2 merevlemezt tudunk belehelyezni, ami lehet HDD is, vagy SSD is, a gyorsabb működés érdekében lehet 3 feles is, illetve 2 feles is, és darabonként bele tudunk pakolni 12-12 terabájtot, azaz, hogyha úgy döntünk, akkor akár 24 terabájttal is tudjuk használni ezt a NAS-t, amire igazából nyugodtan akár 4K-s filmeket is lehet tolni, mert fogja bírni a kapacitás. Mint említettem, ugye itt van két választásunk, hogy szeretnénk használni ezt a két merevlemezt, hogy összeadjuk a kapacitást, ez az egyik, vagy van a másik módszer, amivel pedig tükrözni tudjuk őket, hogy ami az egyiken megjelenik, ugyanaz fog a másikon is, és hogyha az egyik meghibásodna, akkor a másik át tudja venni a szerepét, és nem lesz adatveszteségünk. Személy szerint én is így használom a Synology NAS szerveremet, és volt is már problémám korábban, hogy elromlott az egyik Winchester, de semmi gond nem volt, mert ugyanúgy tudtam használni tovább a másikkal, és nem vesztettem el semmilyen fontos adatomat. Hogyha megnézzük itt a doboznak az elejét, akkor láthatunk egy pár dolgot feltüntetve. Láthatjuk, hogy van nekünk 4K-s videó transcodingunk, ami azt jelenti, hogy live-ba, szóval semmilyen előkonvertálást nem kell végezni, hogyha a megfelelő alkalmazással használjuk a videó lejátszást, szóval akár 4K-s filmeket is streamelhetünk a mobiltelefonunkra bármilyen gond vagy fennakadás nélkül. Láthatjuk itt, hogy 64 bites quad-core processzor került bele, ami pontosan 1,4 GHz-en pörög, illetve Realtek. Igen, itt már beszéltünk a 4K-s transcodingról. Lehet állítani ennek a kifejezett NAS modellnek, hogy milyen fényesen világítsanak a ledjei. Ezt még korábban ilyet nem láttam. Ez akkor lehet jó. Én például a szekrényemben használom, ahol nem számít, de hogyha egy szobába alszol a NAS-sal, akkor zavaró lehet, hogy folyamatosan villognak a ledek. Illetve itt látjuk ezt, erről már beszéltem, hogy több mint 20 terabájtos kapacitás, pontosan 24, úgy tudom, hogy a Synology oldalán 24 van feltüntetve. Nézzük meg oldalról. Van itt nekünk egy pár információ. Például a file sharing, amiről már beszéltem, hogy itt tudjuk tárolni biztonságosan a fájlainkat, vagy akár eszközök között is megosztani őket. Következő access, anywhere access, szintén, hogy bárhonnan, ahol van internet kapcsolatunk, ahonnan el tudjuk érni az összes fájlunkat. Van nekünk egy ilyen, hogy cloud synchronization, ami azért nagyon jó, mert például, hogyha számítógépes munkát végzel, és fontosak, hogy a fájlaid minden körülmények közt meglegyenek, akkor be tudod állítani, hogy legyen, például kinevezel egy mappát, amiben folyamatosan dolgozol, és ott, hogyha bármilyen új fájl létrejön, vagy
rámentesz egy meglévőre, akkor folyamatosan fel fogja neked ezeket a fájlokat szinkronizálni a NAS szerveredre, és biztonságba tudhatod, hogyha a gépedről véletlen kitörlöd, vagy a géped hibásodik meg, akkor attól függetlenül ugyanúgy a NAS szerveren megtalálhatóak lesznek a fájljaid. Van nekünk itt egy multimédia részünk, ahol végül is azt írják, hogy fotókat, videókat, filmeket, zenéket tudunk a különböző eszközeinken nézni, vagy akár a tévéinken is. Szóval, tehát a Synology-nak több különböző alkalmazásra érhető el több különböző eszközre. Van Androidra, iOS-re, Windows Phone-ra, Apple TV-re, Samsung Smart TV-re alkalmazás, illetve még többre is, amik most nem jutnak eszembe, de van külön alkalmazás videólejátszásra, képnézegetésre, zenehallgatásra, és akár például a NAS szerverünkön tárolt filmjeinket meg tudjuk nézni a tévén, vagy akár a NAS szerven tárolt zenéinket menet közben tudjuk 4G-ről streamelni az okostelefonunkon, szóval nagyon nagyon sokszínű eszköz, rengeteg dolgot tudunk rajta csinálni. Olyannyira kifinomult már a Synology-nak a DSM operációs rendszere, hogy például már szöveges fájlokat is tudunk, szövegszerkesztőnk is van rajta, vagy táblázatkezelőnk is, igazából amit el tudtok képzelni, azt körülbelül meg tudjuk csinálni a NAS szerverünkkel. Ha átmegyünk a másik oldalra, akkor van itt nekünk egy mobile support, amiről az előbb beszéltem, hogy milyen alkalmazások érhető el kell, de van legalább vagy hat különböző alkalmazás a Synology-nak, ami letölthető okostelefonra. Tudjuk vele, hogyha vannak például megfigyelő kameráink, akkor azoknak is a felvételét ide tudjuk menteni a NAS szerverre, és illetve innen vissza tudjuk nézni. Van nekünk egy backup funkciónk, ami pedig arra jó, hogy beállítjuk, hogy a számítógépünkről adott időközökben csináljon egy mentést, akár a teljes gépről, vagy akár csak egy mappáról. Van nekünk data security-nk, amivel pedig szintén, amit már említettem, hogy biztonságban fogjuk tudni fájlainkat. Úgyhogy megnézzük még a doboznak a hátoldalát, van egy pár információnk feltüntetve. Igen, arról már beszéltem, hogy 3-feles és 2-feles merevlemezt tudunk belerakni. Akkor lesz nekünk két darab USB 3 portunk, a készüléken egy darab RJ45-ös 1 gigabites hálózati csatlakozónk. A tömege 0,87 kg az eszköznek, amit ugye nem fogunk hordani, szóval annyira nem lényeges, illetve kapunk rá 2 év garanciát. Amit még nem ír itt a doboz, az az, hogy 1 giga RAM van benne, amit sajnos nem tudunk bővíteni. Más eszközökben, például a 218 Plus-ban, ott erre van lehetőségünk. Ott alapból 2 giga van, és még 4-en fogjuk tudni bővíteni. De akkor nézzük is meg, hogy mit találhatunk a dobozban. Kezdjünk első körbe a kiegészítőkkel. Van nekünk itt egy tápkábelünk, természetesen. Tápkábelünknek a másik része. Egy fekete RJ45-ös hálózati kábel. Egy adag csavar. Valamint még egy ilyen, amit most így első körben nem tudok belülni, hogy mire lehet használni, de majd biztos ez is kiderül. További csavarok és két darab leírás. Kapunk egy backup free trial-t, illetve lesz nekünk itt egy felhasználói útmutatónk, ahol
egyszerűen képekkel illusztrálva láthatjuk tényleg nagyon röviden, hogy hogyan fogjuk tudni üzembe helyezni a nasunkat. Nézzük meg akkor magát az eszközünket, amit egyből láthatunk, hogy oldalt található rajta egy Synology logó, ami végén csíkosan ki van vágva, ez természetesen a hűtést fogja nekünk elősegíteni, ugyanígy fog kinézni a másik oldalról. Ha előről megnézzük az eszközt, akkor fent találunk rajta négy darab ledet. Pillanat is állhatok egy kis a világításon. Talán így jobban látható valamiben. Szóval a négy LED az felülről egy státusz, egy LAN, egy disk 1, egy disk 2. Van nekünk itt alul egy bekapcsolható, vagy bekapcsoló gombunk, amihez szintén tartozik egy LED. Ha megnézzük hátulról, akkor itt láthatunk egy nagy ventilátort hűtés érdekében. Találunk rajta egy reset gombot, mellette kettő darab USB 3-as csatlakozót, egy RJ45-ös csatlakozót a hálózati kábelnek, lesz nekünk egy Kensington lockunk, hogyha valahova nagyon le akarnánk rögzíteni az eszközt, illetve van még egy tápcsatlakozónk is. Hogyha a Winchestert szeretnénk benne behelyezni, amit én már korábban megtettem, akkor ezt így le tudjuk húzni, ezt a fedlapot. Itt látható maga a Winchester. Ha egyet kiveszünk, akkor itt így meg tudjátok nézni, szóval körülbelül így kell elképzelni belülről. Látható, hogy kettő van egymás mellett, és akár, ugye, mint említettem, SSD-t is, vagy HDD-t is bele tudunk rakni darabonként 12 terás kapacitásba. Hogyha beszeretnénk ezt helyezni, akkor egyszerűen annyi dolgunk van, hogy betoljuk, és már csatlakoztattuk is. Majd ezt szépen vissza tudjuk rakni, hátul be tudjuk csavarozni, és hogyha összedugtuk, akkor onnantól kezdve használatba is tudjuk venni ezt a nast. A hozzátartozó operációs rendszert, a DSM-et, azt most ebben a videómban nem fogom bemutatni, ez kifejezetten a DS218 Play-nek a bemutatója volt, illetve kicsomagolása. Hogyha szeretnétek megnézni az operációs rendszert is, akkor korábban több Synology videót is csináltam, amikben akár van egy 40 perces is, ahol nagyon hosszan bemutatom az összes alkalmazást, a DSM operációs rendszert, asztali gépről, és így tovább. Valamint készülök még nektek hamarosan a legújabb oprendszer, a DSM 6.2-nek a újdonságaival. Szóval, hogyha ez is érdekel, akkor iratkozzatok fel a csatornánkra, és hamarosan erről is láthattok videót. Ez lett volna a Synology DS218 Play otthoni NAS szervere. Én Svejt Zsolt voltam a Tech Videótól, kövessetek minket továbbra, és sziasztok!